GL05 Goldwing karburátor problémák, szokásos utólagos 64 millió kábel, habár gyárlag is van benne rendesen. Itt a karburátor, ezt már megcsináltam, másikat is most kipucolom, úszó szintek el voltak állítgatva. Fúvókák, úgy eldugulva nem. Az a fő problémája, hogy kicsit sokat eszik ahhoz képest. És megy, behúzza a kuplungot, leáll a motor, és utána indul pöcre, de ez a lejti az alapjáratot, és utána beindul. Egyet-kettőt odahúz neki, és jó is. De ez a leállás, meg ez a fogyasztása tulajnak a fő problémája a Monsantóval. Ugye átlagos Goldwing szerelés, fél műhely műanyaggal. És akkor tegnap volt itt egy XL650-es egy ilyen karburátor problémás, és nem akart kipörögni. Tehát mikor ide jött, elmentem, kipróbáltam, ilyen 5-6 ezernél nagyon többet nem is akart forogni. De na most már sikerült, ott van kint, most nem mellett nem megyek ki. Sikerült megcsinálni. Jó, de még mindig nem jó. Tehát most már kipörög, mentem vele, 160-at vígan viszi, persze német autópályán, és 1-es, 2-es, 3-asba gyönyörűen leforog tiltásig. 3-as, 3-as, 5-es, vagy ez csak ötsebességes, ott már ilyen 3000, 4000, 5000-es fordulat között van benne egy kis csuklás, torpanás, de ahogy túlhúzod a gázt, abba, tehát ahogy ráhúzod több gázt, már abba is hagyja. Ott már volt tuningolva azon a TPS szenzor, már mindent csináltak, tehát már mindent szétszettek azon a karburátoron. Fingom nincs, hogy mit baszhattak még el rajta. Tehát nem tudom. Tehát azért nem is fogok érte teljes árat kérni, valami kis pénzt, mert egyébként egy, majdnem egy napot elvett az életemből ez a motor, és mégse tökéletes. Egyébként pöcről hidegen is indul, gyönyörűen jár alapjáraton, szinkronról majd a videók kerülnek föl, de mondom, nem tökéletes. Ezt meg majd szerintem egy videót, mert így egy karburátor. Azért erről csinálok persze szinkron videót, mert ez ezzel jött ide, hogy csak egy karburátor, erről csinálunk. De amikor ide jön is, akkor ez az amaz, amaz, most egy szinkronról nem fogok megint mindenről videót csinálni. Na ennyi.